is az volt a határozott elképzelésem, hogy ezekről tehát a kibocsátott számla az egy dolog, a módosításnak milyen módjai vannak, mikor jön be érvénytelenítés, nem tudom mi. Tehát ezeket így kellene végig beszélgetnünk, meg hát ami ott fel van dobva, hogy az előleg végszámla viszonya, meg hasonló kérdések. Na most akkor kezdjük azon, hogy a törvény, amikor mondjuk az adóalanynak számlát kell kibocsátani az általa teljesített termékértékesítésű szolgáltatás nyújtásról feltéve, hogy a vevő tőle eltérő más személy, szervezet, hát ez ebbe benne van az is, hogy ha ingyenes ügylet van, akkor lehet olyan, hogy nincs más személy. De minden eset, hogy az alap kötelezettség, a számladási kötelezettség, a törvényből az is levezetendő, hogy mikor mentesül az alól, de az tény, hogy amikor a vevője áfa alany, és amikor az adatszolgáltatásunk szóba jön, akkor biztos, hogy nem mentesül, mert ha a vevő áfa alany, akkor kötelező a számla kibocsátás. Tehát olyan eset, hogy mentesül a számla kibocsátás alól, az akkor tud lenni, hogyha tárgymentes az ügylet, és más számviteli bizonylatot bocsátott ki, ha pedig nem tárgymentes, akkor csak akkor, ha a vevő nem áfa alany. Még ott is vannak további feltételek, de most nem is ez a mai megbeszélésünk tárgya. Tehát főszabály szerint számlát kell kibocsátani, maradjunk ennyibe. Viszont az előfordulhat, hogy amit kibocsátott számla, az valamilyen hibába szenved. És akkor módosítani kell ezt a számlát. A számla módosításra hát eltérő szabályok voltak az elmúlt évtizedekben, de 2008. január 1-től hatályos szabály alap az, ami most is hatályban van lényegében, és hát túl bőlére nem ereszti, tehát elég megengedő, liberális módon csak a lényegét szabályozza. Egyrészt, hogy azt kimondja a 168-as szakaszban, hogy számlával egy tekintet alá esik minden olyan okirat, ami a kibocsátott számlára hivatkozva annak adattartalmát módosítja, és tartalmilag megfelel a 170-es paragrafusba foglaltaknak. Tehát ott van felsorolva, hogy egy módosító okiratnak milyen adatokat kell tartalmaznia. Tehát ez azt feltételezné, hogy egy bizony, tehát volt egy számlám, és van egy másik, amivel módosítom azt a számlát, ha az adatát módosításra szorul. Csak tudjuk, hogy 2008 előtt az akkor hatályos törvény úgy szabályozta a számlázó programmal előállított számláknál a módosítást, hogy egy megoldást engedett, hogy sztornózom a korábban kibocsátott számlát, és egy új jó adattartalmú számlát kibocsátok. És 2008 után, hogyha persze ez az új áfa, akkor újnak nevezett áfa törvény, hát amúgy is egy felbojdult mélykassá varázsolt bennünket egyik percre a másikra, mert ugye mindenki csak nézett ki, meg kapkodta a fejét, hogy mik ezek a szabályok. És hát pont a bizonylatolásra nem gondoltuk azt, hogy most itt az eddig bevált, meg kialakított gyakorlatot fenekestől fel kellene fordítani, és az az álláspont született, hogy ha valakinek a programja így van, mert csak így tudott lenni, megjegyzem, most azért az adatszolgáltatás során kiderült, hogy így se tudott lenni, vagy tehát a 2008 előtti állapotnak se felelt meg mindenkinek a programja, na mindegy, de ezt most már ne is feszegessük, olyan régen volt. A lényege a dolognak, hogy akkor az az álláspont született, hogy az adóalany milyen megoldást választ a számla módosítására, azt azért ő eldöntheti. Választhatja azt a megoldást, hogy a korábban kibocsátott számlát anulálja, érvényteleníti, sztornózza, és egy jót kibocsát, de választhatja azt is, hogy egy bizonylatot bocsát ki, és azzal módosítja a korábban kibocsátott számlát. Tehát van két lépésbe történő megoldás, vagy egy lépéssel oldom meg. De attól még ott van az a 170-es paragrafus, ami arról szól, hogy egyrészt a módosító bizonylatnak is van egy kelte, hogy mikor is született az, hivatkozni kell arra a számlára, aminek az adattartalmát módosítja, fel kell tüntetni benne a módosítás természetét, vagyis hogy melyik adat az, amit módosítok, és számszerű hatását, ha van ilyen. És hát ezzel ugye meg kell felelni, bármilyen megoldást választott valaki. És a probléma itt most az adatszolgáltatás kapcsán ott jött elő, meg a fejlesztők is itt kard kivonva támadtak ránk, vagy akár rám is, hogy
amikor két lépésben módosítja, tehát sztornó és új bizonylat, hát akkor bizony nem hivatkoznak a korábbi számlára. Holott ettől még ez tartalmilag módosítás, hogy két lépésben történik, tehát egyrészt anulálok egy korábbit, és egy új bizonylatot kibocsátok. Tehát ez a három tartozik össze, azt az ügyletet, ez a három bizonylat, ha papír alapon állították elő, kinyomtatták, akkor három darab papír bizonylatolja azt az egy ügyletet. Míg ha egy lépésbe csináltam, akkor volna az eredeti, meg annak a módosítása, tehát két darab papír, ha úgy tetszik. Most papírt emlegetek, de hát ez amúgy elektronikusan is ki lehet bocsátani, ez most részletkérdés. És hát ami a lényege, hogy hivatkozni kell az eredeti számlára, meg fel kell tüntetni benne, hogy mi a módosítás természete, meg összegszerű hatása. Tehát ha két lépésbe tettem, akkor a sztornónak is, meg az új számlának is az eredeti számlára kellene hivatkozni. Ha egy lépésbe, akkor annak a módosítónak kell hivatkozni. Azok egy most, jó, kitérek erre is, hogy akkor mi a helyzet. Most arról van szó, hogy szépen, tehát előállítottam, kibocsátottam a számlát, tehát át is adtam, akkor biztos, hogy ennek így kell viselkedni. És akkor a fejlesztői fórumokon, amin folyt itt a problémázás, itt ez az érvénytelenítő, meg az, hogy akkor a felhasználó nem tudja, hát mondom, nem igaz, hogy nem tudja.